Augusztus 22 és 30 között a Nemzetközi Íjász Szövetség Gödöllőn rendezte meg a 3D vadászíjász világbajnokságot. A viadalon 32 ország közel 1400 versenyzője adta le nevezését. A Népesmezőnyben 10 fővel a Delta Íjász Egyesület is ott volt. A pápai íjászok remek szereplést tudhatnak maguk mögött, hiszen két érem mellett értékes helyezéseket is szereztek. A 3D versenyeket erdős területen rendezik, ahol élethű állatalakokra kell meghatározott számú lövést leadni. A versenyzők 5 nap alatt 8 helyszínen mérték össze célzó tudásukat. Süle István egyesületi elnök szerint a felkészülésük jól sikerült, amit az előkészítő bajnokságok eredményei is jól mutatnak. A Pápai Delta Íjász Egyesület egy 10 fővel képviseltette magát ezen a világbajnokságon. Előtte több előkészítő versenyen voltunk, ilyen volt például a Terep országos bajnokság, ahol szintén egy jó eredményeket írtunk el, hiszen 4 aranyéremmel, 2 ezüsttel és 1 bronzéremmel jöttünk haza, és még értékes helyezéseink is voltak ezen kívül. Maga a világbajnokság Gödöllőn volt megrendezve augusztus 24-től 30-áig. Tulajdonképpen 8 pályát építettek a versenyrendezők, és ezen a 8 pályán lettek beosztva a csapatok. Egy-egy versenyző minden nap más-más pályán vett részt. Itt tulajdonképpen nem ismerte az előző nap pályának a nyomvonalát, a távolságait. Ugyanis a 3D-nek az a lényege, hogy nem ismerjük a távolságokat, nekünk kell megbecsülni, és azon kívül, hogy jó íjásztudással kell rendelkezni, nagyon jól meg kell tudni becsülni a távolságot. Az egyesületünk, én úgy gondolom, hogy elég jól helytállt ezen a versenyen, hiszen egy aranyéremmel, egy ezüstéremmel értünk haza. Egy 5. helyünk van, 2. 6. hely, 1. 8. hely. Van olyan helyezésünk is, ami igaz, hogy így első látásra azt mondaná az ember, hogy egy 20. hely nem olyan jó, de amikor azt mondjuk, hogy több mint 100 versenyző vett részt a versenyen, akkor úgy gondolom, egy 20. hely is nagyon értékes. Hát már az maga, hogy világbajnokság ugye azt jelenti, hogy ez egy nagyon erős mezény, a világ minden tájáról érkeztek versenyzők, és hát már eleve olyanok jöttek, akik már voltak világbajnokok, voltak Európa bajnokok, vagy ezeknek a világversenyeknek valamilyen helyezetjei, tehát ők közöttük kellett jól helytállnunk. Milyenek voltak a körülmények, milyen volt a szervezés, az időjárás, mennyire fogadtak egyeibe a VB-t? Hát, hogy az időjárással kezdjem, azt hiszem, hogy ezt nem kell mondani, ez az augusztus végén, ez nagyon meleg időjárás volt, és természetesen Gödöllőn is. Ez mindenkit megvisel, de szerencsére a versenyrendezők erre is készültek, tehát frissítők voltak a pályákon. Orvosi ügyelet volt, tehát ilyen egészségügyi problémákra is felkészültek, hogy esetleg volt, de én úgy tudtam, már nem volt. Több nemzetközi versenyen is voltam már, és a hozzájuk viszonyítjuk is nagyon magas színvonalon sikerült megrendezni a magyar csapatnak ezt a versenyt. Nagyon jók voltak a pályakialakítások. Magát a bázist egy központi helyen alakították ki, az is nagyon segített a verseny lebonyolításába. A regisztrációk gyorsan, folyamatosan történtek, mert ilyenkor ugye, amikor a versenyzők megjelennek, regisztrálniuk kell, az íjukat ellenőriztetni kell, és azután kapják meg a beléptető kártyájukat. Tekintsük akkor egy kicsikét a közeljövőbe, várhatóak még idén versenyek, vagy most már azért a nyári időszak után pihennek? Hát most ebben pár hétben mindenképpen pihenés lesz. Inkább azt mondanám, hogy ilyen kisebb versenyek lesznek, amire valószínű, hogy el fogunk még menni, de szerintem ezzel a versenyidény fő része lezáródott. Inkább most már a következő évre tekintünk, és hát gyakorlatilag ugye 16-án el fog kezdődni az edzés a Korvin utcai edzőtermünkbe, és ott részben az idei év tapasztalatai alapján újra felkészülünk a következő évre. Vésai Réka a márciusi észtországi teremvilágbajnokságon első helyezést ért el. Ezt az eredményét Gödöllőn is sikerült megismételnie. A kétszeres világbajnok azonban nem volt elégedett teljesítményével. Gyerekcsigáslány kategóriába indultam, nagyon jó volt a verseny, de az eredményemmel nem vagyok valami elégedett, mivel nem ment annyira jól, mint számítottam, vagy vártam magamtól a képhez. Ennek ellenére világbajnok lettél? Igen, de annyira nem vagyok megelégedve, ettől függetlenül sem. Mi hiányzott, mit hiányoltál? Kevesebbet edzettem, mint más versenyekre például, és szerintem ez kijött rajtam. Nagyon jó volt mostani, ugye márciusban voltunk Észtországban. Szerintem ez most valamennyivel jobb volt, mivel az erdőben sétálva jobban éreztem magam, mint egy teremben. Ugye több pálya is volt, nehezek voltak?
Valamelyik pályára azt mondták, hogy nehéz, de én egyiket sem éreztem különösebben megerőltetőnek. Bakos Olivér egy éve ijászkodik. A mostani világbajnokság volt élete első komoly versenye, ami nem is csoda, hiszen mindössze 11 éves. Egy éve ijászkodom, és egy héten háromszor jöttem ide edzeni, és szerintem jó lett a világbajnoki eredményem. Ugye második helyezést értél el. Mennyire vagy szomorú amiatt, hogy az első hely nem lett meg? Hát picit. Nem volt a legnehezebb, de azért nem is volt a legkönnyebb. 8 pálya volt, és a szürke pálya volt a legnehezebb. A jövőben is szeretnék ilyen komoly versenyre menni. A fiatalok teljesítményét és magát a világeseményt az Egyesület utánpótlás edzőjével is értékeltük. Ez egy rendkívüli élmény volt. Mind a saját magam nevében, mind a gyerekek nevében tudom ezt mondani. Az utánpótlás csapatunk nagyon jó helyezést ért el. Világbajnokunk van, világbajnoki második helyezett, 2., 5., 6. helyezettünk van. Tehát rendkívüli eredményt értünk el. Én azt mondom, hogy ez a környező egyesületek szempontjából is példa nélküli. A magam teljesítményét egy bizonyos egészségügyi probléma miatt jóra tudnám értékelni, lehetett volna jobb is, jövőre majd sokkal jobban fog sikerülni, jövőre is lesz itt világbajnokság, Ausztriában Európa-bajnokság. A felkészülés, ez körülbelül egy ilyen színvonalas verseny, nagyjából egy évet vesz igénybe, rendkívül sok idő kell hozzá, és nagyon-nagyon sok pénz, tehát ennek anyagi vonzata is van. Nyilván egy családos embernek mindegyikből kevés van, de azért természetesen az ember megpróbált helytállni, ehhez képest nagyon jól sikerült a verseny. 7 pályát építettek a rendezők, rendkívüli teljesítményt nyújtottak, csodálatos volt az egész környék, minden pályán volt 28 cél. A pályákra külön-külön csapatok, 28 csapat volt beosztva, és hát véletlenszerűen kerültünk egyik-másik pályára. Mindenki mind a 4 nap verseny napján másik pályán lőtt. Ez megnehezítette természetesen ugye a versenynek a versenyre való felkészülést, illetve a versenyben való fejlődést, mert minden nap új pályával találkoztunk, új körülményekkel. Még csak azt sem mondhatom, hogy hasonlítottak a pályák, az egyik erdős volt, a másik egy picit is ilyen rétes terület, a harmadik egy nagyon-nagyon sűrű akácos, fenyős, tehát teljesen mások voltak. Az ilyen pályákra egyáltalán hogyan tudtatok felkészülni? A Bakonyerdő ZRT-től kaptunk huszárok elő pusztán egy területet. Nagyon nagy segítség volt ez, enélkül igazániból a felkészülésük lehetetlen lett volna. A véghajrában már minden héten jártunk kilőni, oda volt, hogy hetente 2-szer is, természetesen jobb lett volna, hogy többször tudtunk volna menni, ennyi fért bele. Erős volt a mezőny? Rendkívül erős mezőny volt, tehát olyan eredmények születtek, amiről 10 évvel ezelőtt a világ íjászai csak álmodozni mertek, és azt mondták, hogy ezt soha el nem lehet érni. Az elmúlt 10-15 évben rendkívül sokat fejlődött az íjászat világszínvonalúan. Értem ezt, és azért ezt tudomásul kell venni, hogy ez egy olyan világbajnokság volt, ahol Brazíliából, Új-Zélandról, Dél-Afrikából is voltak csapatok, nem egy-egy ember, hanem csapatok. A németek például többen voltak, mint a mi magyar versenyzői táborunk egymaguk. Az osztrákok szintén, tehát ilyen 350-350 fővel képviseltették magukat. Rendkívül színvonalas verseny volt. Gondolom, akkor most visszatértek az edzőterembe, vártok esetleg jelentkezőket, mire készültök? 16-án kezdődnek az edzések, és szerdánként 3 órától fél 5-ig, fél 5-től 6-ig várjuk azokat a gyerekeket, akik szívesebben megismerkednének az íjászat rejtelmeivel, ezzel a csodálatos, szép sporttal. És természetesen várjuk azokat a cégeket, vagy önkormányzatot, akik támogatni tudnak minket, mert ez a sport bizony nagyon-nagyon sok pénzt igényel, és nagyon fontos a támogatás. Ivánkovics Bertalan első nemzetközi versenyén a nagyon értékes 6. helyet szerezte meg. Előtte hónapban minden nap kijöttem ide a Törzsökhegybe, és edzettem rendszeresen. Otthon is megvannak a gyakorlatok az íjászathoz használatos izmok edzésére. A verseny 4 napos volt, ebből szerintem a 3. nap volt a legnehezebb, mivel akkor lőttünk a kék pályán, és a készítők, az építők bevallása szerint is az volt a legnehezebb, továbbá akkor volt a legmelegebb. És ugye ez nagyban megnehezítette mind a fizikai, mind a szellemi jelenlétet. De egy nagyon jó verseny volt, úgy gondolom.
nyelvet gyakorolni is nagyon jól lehetett, mivel több némettel voltam egy csoportban, és a versenyhivatalos nyelve pedig az angol volt, és egy nagyon jó tapasztalatszerzés volt. Említetted, hogy hatodik lettél, volt-e ebben több, vagy azért reális ez a helyezés? Szerintem teljesen reális az első nemzetközi versenyemhez képest. Pont számilag többet vártam volna magamtól, de egy ember egy ilyen versenyszituációban, főleg egy világbajnokságon sokkal kevésbé tud teljesíteni, mint edzés körülmények között. Izgultál? Hát igen, főleg az első napon ezt próbáltam leküzdeni. Meg is látszik, hogy az első napi eredményemnél jóval jobb a többi eredmény. Próbáltam nem izgulni, de általában nem sikerült. Szeretnék még az elkövetkezendő években is indulni ilyen nemzetközi szintű versenyeken. Ha jól tudom, néhány, azt hiszem jövőre lesz Spanyolországban egy. Szerencsére még van néhány hónapom, amíg még nem felnőtt, hanem ifjúsági kategóriába indulok, ahol azért nem olyan kemény a mezőny, mint a felnőttek között. Bakos Dominik hetedik helyen fejezte be a versenyt. Hát sokat edzettünk, hetente körülbelül 3-szor. Ide kiártunk a Törzsekhegyi pályára. Hetedik helyezést értem el. Hát lehetett volna jobb is, de meg vagyok vele elégedve. JMFU-ba indultam, ami azt jelenti, hogy junior szkópos csigás. A szkópos az azt jelenti, hogy van egy pont, és azzal célzunk, és a szkópba még nagyítja is a célt. Meg van a vadászirányzék, abban pedig tüskék vannak, és az nem nagyítja a célt. Nagyon erős volt a mezőny, lehetett volna jobb is azért. Gyenge Zsófia rutinos versenyzőnek mondhatja magát. Gödöllön sikerült a legjobb ötbe beverekednie magát. A gödöllői világbajnokságra felkészülés már kora tavasszal megkezdődött, hiszen a vadászijászatra való felkészülés egy nagyon alapos felkészülést kíván, értve ez alatt mind a lőtudást, a felszerelés technikai jelenlétét, illetve a távbecslésnek a gyakorlását is, hiszen egy világbajnokságon mindennek egyszerre kell jól teljesülnie. Az ötödik helyet sikerült megszereznem. Én azt mondhatom, hogy ez egy meglepetés eredmény önmagam számára, és nem számítottam ilyen jó helyezésre, de csak pár pont választott el a dobogótól, így visszagondolva akár lehetett volna egy sokkal jobb helyezés is, de természetesen elégedett vagyok ezzel a hellyel. Ez azt jelenti, hogy szoros volt a mezőny? A verseny harmadik napjáig nagyon szoros volt a verseny, és mivel maga a világbajnokság 4 lő napból áll, ezért az utolsó napon, az utolsó lövésig harcolnunk kellett, az utolsó célokon dőltek el a helyezések. Ugye több pálya is volt, mennyire voltak nehezek, neked melyik tetszett a legjobban? Nekem az utolsó nap pályája, az úgynevezett ezüst pálya tetszett a legjobban. Az első két nap pályája nagyon vízszintes volt, ha lehet így fogalmazni. Egy arborétumban rendezték meg az első két nap a versenyt. Szinte nem is volt fel vagy lelövés, így nem azt mondom, hogy egyhangúak voltak a célok, mert nyilván a rendezők tudtak játszani az árnyék és fényhatásokkal, tehát így is meg tudták nehezíteni a célok kihelyezését, de nekem egyértelműen az ezüst pálya tetszett a legjobban. Az ottani körülményeket mennyire tudtátok itt Pápán lemodellezni? Igazából már a tavaly évben is vettünk részt hasonló versenyen, a franciaországi Európa-bajnokságon, így tehát tudtuk, hogy körülbelül mire lehet számítani. Tulajdonképpen mi egy kicsit nehezebb, nehézségi szintű pályára számítottunk, így a pályák nehézsége nem okozott számunkra meglepetést. A többiekkel nagyon elégedett vagyok, főleg ha ugye a gyerekekre gondolunk, sokoljuk közül csak az idei szezon elején kezdtek bele a vadászijászatba, korábban nem űzték ezt a versenyszámot, így ez alatt a cirka fél év alatt szerintem elég jól sikerült felkészülniük nekük is. A világbajnokságon a megszólalókon kívül Gulyás Erik, Nagy Viktor és Kovács Attila is részt vett. A Pápai Egyesített Labdarúgó Klub idén ünnepli megalakulásának 20. évfordulóját. Ebből az alkalomból, valamint az oktatási intézményekkel való jó kapcsolat további erősítésének céljából évkezdő találkozóra várták az iskolák, óvodák vezetőit, testnevelőit. Az összejövetelen Gröber Attila elnök, Tóth Péter ügyvezető igazgató és Lengyel Ferenc szakmai igazgató a lehetséges további együttműködésre egyeztetett a képviselőkkel. A megbeszélésen elsőként Tóth Péter ügyvezető köszöntötte a megjelenteket, majd Gröber Attilának adta át a szót.
aki az intézményekkel való kommunikáció során az együttműködés és a nevelés mellett további két fontos sarokpontot fogalmazott meg. Úgy érzékelem, úgy érzékeljük, hogy az utánpótlás klub az elmúlt hónapok eseményei után átalakulás előtt, alatt áll, magunktól is azt várjuk, hogy egy új lendületet adjunk a percnek. Arról van szó egész pontosan, hogy miután az NB1-es klub Pápán befejezte a pályafutását, a gyerekek számára teljesen más motivációk léteznek a futballal kapcsolatban. Eddig majdnem mondhatom, hogy könnyű helyzetben voltunk, hiszen egy karrierépítés lehetőségének az egyik állomása voltunk mi, a PELC. Most azt gondolom, hogy ez máshogy működik, és hogyha tőlem azt kérdeznék, hogy röviden fogalmazza meg, hogy mi az, amit én gondolok a következő évekről, hogy milyennek kell lennie a klubnak, akkor egyetlen szóban ezt össze tudom foglalni. Mi egy szerethető utánpótlás klubot szeretnénk csinálni. Olyan szerethető klubot, ahova a gyerekek élményért jönnek, és ahol ezt meg is kapják. Ez nagyon fontos dolognak tartom. Tán fontosabbnak, mint azt, hogy néhány igazán tehetséges gyermekből mondjuk profi labdarúgó válhat. Azt gondolom, hogy nekünk az a feladatunk, nekem is az a feladatom, meg és a kollégáknak is, és ebben kérünk segítséget, nem titkoltan segítséget kérünk tőletek, önöktől, hogy egy ilyen szerethető klub kialakításához, vagy kialakításában működjünk együtt. Ez az egyik sarokpontja a mi gondolkodásunknak. A másik ilyen sarokpontja persze összefügg ebben, hogy mi közösséget szeretnénk építeni. A gyerekek, az itt dolgozók és az edzőknek a közösség. Legyenek közös rendezvényeink, legyenek közös programjaink. És azt hiszem, hogyha egyszerre nem is tudunk minden tervünket megvalósítani, de Eszterházy Miklós nádorral élve lehetetlenség semmit nem tenni, ha mindent nem is tehetünk, és tettünk ide lépéseket, ilyen lépéseket, mint például az Apuka Kupa megszervezése, és azt gondolom, hogy vannak még e tekintetben ötleteink, amiket szeretnénk megcsinálni. Nagyon-nagyon fontos, hogy maguknak érezzék a klubot a gyerekek, és magukénak érezzék a klubot a szülők is. Az elmúlt napokban néhány tanítványommal beszélgettem arról, hogy mi az oka, hogy kevesebbet jár edzésre, mi az oka, hogy esetleg klubot váltott és máshol folytatja, és gyakorlatilag azok a gondok, problémák kerültek vissza hozzám, amelyekről én beszéltem, hogy nem mindig érezték ezt a minket közösségnek, és az nagyon fontos, a valahova való tartozásnak az élménye, az számomra is rendkívül fontos. Tóth Péter az Egyesület mindennapjaiba engedett bepillantást. Az ügyvezető reményét fejezte ki, hogy a mennyiség után a minőség felé is tudnak lépéseket tenni. Több mint 300 igazolt labdarúgónk van, ez öröm. Másrészt meg majd eljutunk oda, ami a legnagyobb problémánk, hogy ezeknek az igazolt gyerekeknek egy jó része sajnos nem jár, vagy alig jár, vagy kevésszer jár. Úgyhogy ez a létszám az óvodásokkal együtt, most az óvodások képviselőit nem látom, de nagy örömünk, hogy a város összes óvodájával van kapcsolatunk. A legtöbben a helyszín, ahol van erre megfelelő tornaszoba vagy udvar, de az összessel, és ez nekünk azért fontos, mert széles alapokról tudunk építkezni. Tehát azt gondoljuk, hogy ez az alulról építkezés aztán majd előbb-utóbb remélhetőleg meghozza azt, hogy a felsőbb korosztályokban jelentkező problémáink, amiről most leginkább szó lesz, azok talán megoldódnak. 27 alkalmazottja van a klubnak, ebből 8 főállású, a többiek azok megbízási szerződéssel vesznek részt a munkában. Saját létesítményeink nincsenek, bérleti szerződésben állunk a Pápa Önkormányzat Városgondnokságával a Fiumei úti és a Teveli úti pályák kapcsán, illetve az önkormányzattal a Peru stadiont illetően. Ez azért fontos talán, és a téli időszakban pedig iskolai tornatermeket bérelünk, ez azért fontos, mert
amikor elosztják a városi egyesületek támogatását, és a testnevelő kollégák pontosan tudják, hogy már évek óta 35 millió forintot osztanak szét az egyesületek között, és ott látszik, hogy a Pelc ebből 16 millió forintot kap. Még ha nem is mondják, érzékeljük azt, hogy ez nagy aránytalannak tűnik, vagy nagynak tűnik ez az összeg. De azért azt el szeretném mondani, hogy az önkormányzat egyébként helyesen felismerte a társasági adós sporttámogatás lehetőségeit. Nekünk ad 16 millió forintot, ez gyakorlatilag a mi TAO pályázatunk önrészét jelenti. Mi pedig visszaadunk neki a tavalyi évben, mondom ezt, 28 millió forint bérleti díjat, és gyakorlatilag ebben az évben egy 10-15 millió forintnyi beruházást. Lengyel Ferenc azt mondta, a szerethetőség mellett a legfontosabb, hogy szakmailag fejlődjön a klub. Mióta ide kerültem, elindult egy folyamat, amit én jónak gondoltam. Próbálom még véletlen se kritikáként elmondani, hogy egy kicsit szakmai oldalról megközelíteni a dolgokat, tehát egyfajta vázat adni ennek a munkának, és ez szerint az edzőink elkezdtek dolgozni. Úgy gondolom, hogy ennek már vannak látszatai. Mind a struktúrában egy kicsit megváltozott a dolog, mind pedig a játékban is látom ennek a jeleit. Ami nagyon váratlan és kivéthetetlen volt ebbe a folyamatba, bár szeretnénk a folyamatot tovább erősíteni, az a Lombardnak ez a tragikus vége, ami történt. Ez egy olyan kivéthetetlen helyzet, amiről az Attila már nagyon jól beszélt egyébként, hogy erre nem tudtunk fölkészülni. Tehát itt most gyerekek, hát ha nem is azt mondom, hogy nagy száma, de tényleg sok gyerek elment a klubtól, egyrészt ennek is köszönhetően. Nagyon érzékelhető az, hogy kevesebb gyerek jelentkezik. Én ezt is ennek tudom meg, illetve a szülőknek a pálfordulása is nagyon érzékelhető a mi bőrünkön, tehát nem szívesebben irányítják majd ide a gyerekeket fotbalistáknak, el akarják vinni olyan városokba, közeli helyekre, ahol ugye van a környékünkön több olyan is, ahol esetleg magasabb osztályban játszanak a csapatok, és így a létszám, amit egyébként nagyjából pontosan idéztek az előttem szólók, azért egyrészről szép képet mutat, hiszen tényleg 300-400 gyerek van a klubban, másrészről vannak olyan korosztályaink, ahol nagyon nagy problémáink vannak, és nem titkoltan ez a találkozás egyébként, amit egyrészről mindenképp indokolt, mert én egy teljesen új szereplője vagyok ennek a történetnek, de másrészről meg nem titkoltan azért van, hogy ebbe a létszám gondjainkba megoldásként esetleg önök is tudnak segíteni, hiszen önök többet találkoznak a gyerekekkel, a játékosainkkal, mint mi, tehát önök jobban tudnak erre hatni, vagy rájuk hatni. Ennek ugye lesz folytatása, nem titok, szeretnénk a környező kisebb településekről is az edzőket, vezetőket becsolni egy hasonló találkozásra, tőlük is hasonló segítséget szeretnénk kérni. Amint már említettem, szeretnénk folytatni ezt a vélhetően kedvező folyamatot, illetve hát vélhetően sikeres folyamatot. Szeretnénk, nagyon jól mondták az Attiláék, egy szerethető klubot felépíteni. A tudásunkhoz mérten a legnagyobb szakmai értelemmel próbálunk foglalkozni velük. Nagyon jól mondta az Attila, hogy nem csak a szakma, hanem pedagógiailag is, ugye több tanár is van vagy az edzői karunkban. Megpróbáljuk ezt a szerethető klubot, szeretnénk nekik egy olyan hátitáskát adni, ami hosszú életre szól, tehát próbálunk előrelépni például köszönés, de sok mindenbe. Tehát én azt tudom ígérni, hogy önök, hogyha ide irányítanak gyerekeket, támogatják a mi munkánkat, akkor jó helyre küldik a srácokat, mi vigyázunk rájuk, és megpróbálunk velük normálisan bánni. Az összejövetel végén a klublabdákkal, Peruc bérletekkel ajándékozta meg az iskolák, óvodák képviselőit. A nyári időszak után a tatabányai Megateg gálával indult az őszi szezon a Coco Gym KS-ének. A hatodik alkalommal megrendezett eseményen három szabályrendszerben küzdöttek a harcosok. A 14 mérkőzésen pápai versenyzőknek is szoríthattunk, hiszen Kovács László és Takács Balázs egyaránt kötelek közé lépett. Az egyesület közben javában szervezi a szeptember 12-ai hazai nyílt országos bajnokságot, melyen népes mezőny várható.
Az egyesület kötelékébe tartozó Kovács László Tatabányán elveszítette mérkőzését. Edzője szerint elsősorban mentális okokra vezethető vissza a vereség. Takács Balázs is derekasan küzdött, ezúttal azonban az ellenfél kezét emelték a magasba. Az Adrián kicsit edzőbarátom Tatabányán, a Megataknak a vezetője megnehezítette a helyzetemet azzal, hogy négyes tornákat csinál, tehát ugye minden évben szoktunk menni a gálájára vendégversenyzőkkel, viszont most profi négyes tornákat csinált, és igazából súlyba egy ember talált bele ezekbe a súlycsoportokba, a Kovács Lackó mínusz 60 kilóba, amit hát annyira nem sikerült hoznunk, mert ugye növésben van, tehát most 18 éves, úgyhogy ilyen 61,5-62 kilók voltunk, de ez még belefér a tűrés határba. És hát szerencsétlenül sikerült a sorsolásunk, mert ugyanazzal a sráccal kellett neki bunyózni, akivel már kétszer. Egyszer játszott tavaly előtt Tatabányán, meg egyszer itt a Pápai gálán is, és hát mind a kétszer kikaptunk pontozásra, tehát egy nagyon erős versenyzőről beszélünk, ebben a súlycsoportnak a magyar bajnoka. Ennek ellenére mérges vagyok egy kicsit a Lackóra, mert 3 hónapos felkészülésen vagyunk túl, és ráadásul az ellenfélnek a készülését sérülés is nehezítette, illetve hát ő sem volt mentálisan azon ott a top pont, tehát úgy gondolom, hogy az ellenfél teljesítménye alapján, illetve Lackó képessége alapján simán kellett volna, hogy győzzünk ezen a mérkőzésen. Sajnos a Lackó megijedt ettől a sorsolástól megint, hogy a 4 ember közül pont ővele kell neki bunyózni, és már kétszer kikaptunk, én úgy láttam, hogy rá stresszelt erre a dologra, és hát a saját teljesítményének szerintem ilyen 30-50%-át mutatta meg, tehát hogyha ez fejbe dőlt el, az a vereség, tehát itt kikaptunk, és hát egy különleges meccsök érte ellenfelet az Adriána, az egyik veterán versenyzőjének, aki hobbista kellett ellenfél, és hát nekünk is van egy ilyen veteránunk, a Takács Balázs, akit elvittem erre a gálára, hát tudjuk, hogy a Balázs abszolút hobbi jelleggel csinálja ezt a dolgot, azért az ellenfélnek volt már előképzettsége, még ha nem is versenyzett, azért régebb volt a művelés sokkal, mint a Balázs, úgyhogy hát elvesztettük ezt a mérkőzést, de hát a tisztes helytállás volt a lényeg, úgyhogy hát ez a két vereség jutott ki erre a hétvégére. Mondom, kicsit csalódott vagyok, mert azért amit edző megtehet, tehát plusz edzések, plusz külön edzések erőlétre, kondícióra, technikára, tehát igazából az egész nyaramat a Lacival töltöttem azért, hogy ez sikerüljön, de hát mindegy, nekem is meg kell tudni tanulni veszíteni, ami versenyzőként is nehezen ment, úgyhogy majd meglátjuk, hogy mit hoz a jövő. Úgyhogy már jövőt említed, akkor ez azt jelenti, hogy a továbbiakban, a későbbiakben akár mentálisan is foglalkozni kell a versenyzőiddel? Hát igen, amikor az edzőiskolát végeztem, akkor nekem a pszichológia órán föltettem ezt a kérdést a pszichológusnak, amire az a válasz volt nemes egyszerűségű, hogy ez a korosztály ilyen. Tehát nem tudok mit kezdeni, tehát ők nem akarnak már annyira, mint mi, nem vállalnak be annyi mindent, mint mi. Más is fontosom nekik, nem csak ez, tehát itt igazán nem tudom, hogy mit lehet kitalálni, most azért focistában nem menjünk át, hogy itt sportpszichológusok foglalkoznak a bunyósokkal. Én azt gondolom, hogy igazából fejbe kéne, mielőtt igent mond valaki egy mérkőzésre, fejbe kéne eldönteni, hogy ezt tényleg akarja, vagy nem. Tehát ne én akarjam a gyerekek helyet, mert én mindig akarni fogom, meg akartam is, meglátjuk. Szeptember 12-én szombaton az egyesület első alkalommal rendezi meg nyílt országos küzdősportbajnokságát. Hát a részletekről annyit mondanék, hogy az első ilyen jellegű rendezvény a Kokozsim életében, tehát eddig állam rendezvényeket bonyolítottunk le, ahol ugye a saját versenyzőjüknek kerestünk ellenfelet. Most viszont ez egy országosan meghirdetett nyílt küzdősportbajnokság lesz, aminek a keretében a gyerekek, felnőttek és juniorok is meg fogják találni a kategóriát, illetve azt a lehetőséget, ahol indulni tudnak, tehát ez nekünk is nagyon fontos, mivel van pár olyan tanítványom, aki évek óta jár, és hát éves szinten vagy nem, vagy egy alkalommal tudtam elvinni olyan versenyről, korosztályos nevezéses verseny van, úgyhogy ez egy ilyen jellegű rendezvény lesz. Tényleg azt mondom, hogy aki ezt a sportot ki akarja próbálni, illetve velünk kapcsolatos munkára kíváncsi, az jöjjön ki, ott megismerkedhet a szabályrendszerekkel, amiben indulni szoktunk, illetve megnézheti magát azt, hogy éles küzdelemben melyik hogy néz ki, és azután esetleg, hogyha kedvet kap, akkor szeretettel várjuk az edzéseinket. Mekkora az érdeklődés?
Úgy látom, hogy elég nagy az érdeklődés, tehát 7-e volt a nevezési határidő, eleve augusztus 31 volt, de kitöltük 7-ére, mivel azért a nyár mindenkinek egy kicsit megcsúsztatta itt a kezdés, illetve a felkészülést, úgyhogy 7-e a nevezési határidő, már jelen pillanatban 30 környéke a klubok száma kijelezte, hogy jön, azt most még pontosan nem tudom, hogy hány fővel. De hát, hogyha mindenki csak egy 3-5 főt hozzá, akkor azért már egy ilyen 150 fölötti létszámmal számolhatunk, aminek nagyon örülnék, úgyhogy ez hétvégén ki fog derülni, és akkor nekiállunk a párosításnak, és pénteken fogjuk berendezni a csarnokot este, szombaton pedig már délután várjuk a versenyzőket, illetve a nézőket. Az elmúlt héten a Pápai Egyesített Labdarúgó Klub U15-ös és U14-es csapata is hazai pályán bizonyíthatott. A fiatalok első itthoni tétmeccsükön Csorna együttesével csaptak össze. Horváth Imre és Forstoffer Tibor tanítványai egyaránt 1-1-es döntetlent játszottak, legközelebb pedig megint hazai pályán meccselnek, szeptember 12-én szombaton a Hévíz lesz az ellenfél. Az U15-ös összecsapás hazai szempontból jól indult, hiszen Száz Dominik találatával már az 5. percben megszerezte a vezetést a Pelc, melyet az 56. minutumig sikerült is megőrizni. Ekkor azonban Tarcsai egyenlített, az 1-1-es állás egyben a végeredményt is jelentette. Az U14-esek két héttel ezelőtt kezd helyen bravúros győzelmet szereztek, hazai debütálásuk sem sikerült rosszul, hiszen egy pontot itthon tudtak tartani. Hauser Bálint szerezte meg az előnyt, majd az első félidő vége előtt nem sokkal Hentz Dániel egyenlített. Szabó Zoltán, a vendégek edzője, a lefújás után azt mondta, az első félidőben el kellett volna dönteniük a 3 pont sorsát. Úgy gondolom, hogy a helyzetek alapján nyernünk kellett volna, viszont a második félidőben én úgy érzem, hogy elfáradtunk, kicsit följebb jött a Pápa, lehet, hogy rosszul is cseréltem, és utána már a Pápának volt, mondjuk kimondott helyzetük nem volt, de több lehetőségük volt. Az elején kellett volna megnyerni, az első fél időben volt 3-4 helyzetünk, amit kapussal mentünk szembe, nem tudtuk gólra váltani, aztán így mi tettük nehézé a mérkőzés saját magunknak. Hogy álltok a bajnokságban? Ez volt a 3. mérkőzésünk, 3 döntetlenünk van, az első meccsen 2-2-t játszottunk, utána volt egy 1-1, meg most is x-eltünk. Igazándiból ez volt a mi probléma, ez volt a csapatnak a 3. mérkőzése. Semmi edzőmeccsünk nem volt, késő állt össze a társaság. Ugye ők most kerültek nagy pályára, rengeteg dolog van, amit meg kell tanulniuk. De úgy gondolom, hogy azért masszívak vagyunk, nem kaptunk sok gólt. 3 x-ünk van, most igaz, hogy 1 pontokkal nem sokra megyünk, de azért bizakodom, hogy nyerni is fogunk majd meccseket. Forstoffer Tibor elégedett volt az 1 ponttal. Elégedett vagyok az eredménnyel, 1-1. Maga a játék, amit próbáltunk játszani, abból körülbelül 20% jött vissza. Tehát a keszthelyi mérkőzéshez képest nagyon gyenge teljesítménye volt. Talán nem is az, hogy az egész csapat, hanem az a 8 ember az akinek húzni kellett volna ezt az egész mérkőzésen a csapatot. Ezek egy kicsit mai nap meg voltak őve, nem tudom, hogy mi az oka, megbeszéljük. Se egy labda kihozatalt nem tudtunk megvalósítani, a támadásokat nem tudtuk felépíteni, befejezésekkel meg aztán gondok voltak, problémák. Mik lehetnek a célkitűzések az idei szezonban? Hát hogy a cél az mindig van, tehát itt kezdjük a labda kihozataltól a gólszerzésig, a helyezésre nem foglalkozok. Legyünk fönt valahol az elején, most, de azokat a dolgokat, amiket gyakorolunk, azokat valósítsák meg. És focizzanak, szórakozzanak, évezzék a játékot. Őnekik meg ez a dolguk, hogy évezzék a focit. A folytatásban ismét hazai meccs következik. Szeptember 12-én szombaton 10 órakor az U15, délben az U14 lép pályára. Ellenfél a Hévíz lesz. A Pápai Kosárlabda Klub immár 6. alkalommal rendezte meg a 2010-ben elhunyt elnöke emlékére létrehozott kupáját. Sopron, Szombathely és Veszprém fogadta el a házigazdák meghívását, a Balogh József emléktorna döntőjébe pedig a két Veszprém megyei együttes jutott. A fináléban az alaposan megerősödött Veszprém a mieink fölé kerekedett, de a pápai csapat edzője szerint jó úton haladnak, és a szezon kezdetre jó formában készülnek.
Sopron, Veszprém és Szombathely alakulata fogadta el a házigazdák meghívását, mely jól illeszkedett az egyesületek felkészülésébe. A döntőbe elsőként a Sopront 87-73-ra legyőző Veszprém jutott. Ellenfelük a Concordia Motax KC Pápa volt, akik 87-70-re múlták felül a Vasiakat. Vajda Balázssal a helyosztó mérkőzések előtt beszélgettünk. Sokadik alkalommal tartjuk meg a Balogh József emléktornát. Az apropója a klubunk emblematikus elnök úrjának, a Balogh Józsefnek a halála. Sajnálatos módon nem lehet itt közöttünk. Én úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon korán ment el, ahhoz még nagyon-nagyon sok feladata lett volna itt a klubban is, illetve egyáltalán Pápaváros sport életében, hiszen nagyon-nagyon sokat segített az előre mozdításért, és az, hogy mi itt vagyunk egyáltalán az NB1B csoportjában, és ilyen kimagasló eredményeket tudunk elérni, mint az elmúlt években, ez nagyon-nagyon köszönhető neki. Ugye minden évben próbáljuk úgy kialakítani a saját programunkat, többek között az egyéb más NB1B és NB2-es csapatokkal is, hogy minél jobban szolgálja a felkészülést. És hagyományoknak megfelelően a nagyon jó kapcsolatok révén a Szombathelyi Egyetem csapatát hívtuk meg, a Sopron Smafc csapatát, ahol az elnök úr korábbiakban tanult és játszott is, illetve hát a szomszédváról pedig a Veszprémet, ahol most remélhetőleg majd a régebbi megfelelő hagyományokat, ugye, hogy tornára jönnek, tornára megyünk mi, ezt megfelelően fel tudjuk építeni, és így én úgy gondolom, hogy nagyon színvonalas tornát sikerült összehozni az idén is. Két meccsen már túl vagyunk. A Veszprém viszonylag magabiztosan megverte a Sopron csapatát, de erre számítani is lehetett, hiszen a Veszprémnek a céljai a bajnokságban is egyértelműen a dobogós helyezések elérése, és hát hosszú távon pedig magasabb céljai vannak. Mi hála jó égnek sikerült két vára fektetnünk a Szombathelyt, így majd velük fogunk döntőzni délután. Mennyire tetszett a ti mérkőzésetek, milyennek láttad a csapatod a játékát? Igen, a felkészést úgy építettük fel, hogy 7 mérkőzést játszunk tornákon, illetve edzőmeccseken. Egészen az októberi rajtig, tehát nagyon-nagyon sok idő van, és úgy jött ki a sorsolás szeszélyességéből az idén, hogy az első hazai meccsünket majd csak november elején fogjuk játszani, úgyhogy nagyon-nagyon sok időnk van. Ahhoz képest, hogy első mérkőzés, megmondom őszintén, hogy sok pozitív elemet láttam a játékban. Ennyire nem is számítottam, főleg úgy, hogy voltak itt azért kisebb sérülések, illetve betegségek is itt ezen a héten. De megfelelő kerettel rendelkezünk szerintem ahhoz, hogy vegyük az akadályokat mind a tornákon, mind a felkészülési mérkőzéseken. Úgyhogy természetesen vannak hiányosságok, de úgy gondolom, hogy abszolút kézben tartva az egész mérkőzést, magabiztosan sikerült nyernünk. Sokszor szép, sok passzos játéka is, amit igazából még nem is gyakoroltunk, hiszen munkából vagyunk, és a felkészülésnek jelen pillanatban még a legerősebb fázisában vagyunk. Meglátjuk majd, hogy mondjuk jövő héten is, illetve az esti mérkőzésen majd mit tudunk teljesíteni. Igen, ez lett volna a következő kérdésem, ugye, hogy este játszátok a döntőt, mi várható, meg tudjátok-e szorongatni a megerősödött Veszprémet? Hát igen, természetesen úgy kell hazai pályán is, meg mindenhol pályára lépni, hogy a maximumot adjuk ki magunkból, és akkor meglátjuk majd, hogy az mire elegendő. Ha az esélyeket nézzük, akkor egyértelmű, hogy a Veszprém torony magas esélyese ennek a tornának, illetve magának annak a mérkőzésnek is. De én nagyon remélem, hogy mind a két csapat felkészülését jól tudja szolgálni majd, különböző elemeket, alapvető elemeket tudunk mi is gyakorolni. Nem lesznek nagyon megfojtva a játékaink, természetesen ehhez tennünk is kell, hiszen az ellenfélnek az érdeke, hogy minél rosszabb támadójátékot mutassunk be. Én bízakodok egy szoros mérkőzésben, aztán meglátjuk majd, hogy az élet, illetve a forma mit hoz. Erőleti problémáink, én úgy gondolom, hogy az azért nem lehet, hiszen megfelelően körbe lehetett rotálni a csapatot most délelőtt is, de hát ez igaz a Veszprémre is, mert őnekik is hasonlóan, ha nem mélyebb keretük van. Az újoncok beilleszkedése hogy sikerült? Én úgy gondolom, nagyon-nagyon pozitív. Ez megint csak olyan dolog, hogy volt a fejemben egy kép, pozitív kép volt az is, de ez megint felülmúlta azt. Ezt kell tartunk, mert azért ez veszélyes, hogy az első próba jól sikerül, aztán esetleg ebből ugye vissza-vissza lehet lépegetni. Azon kell lennünk, hogy tudjuk tartani, ezt bizonyos elmozgásokban még vannak különbségek, azt még annyira nem érezzük, hogy ki hova szokott lépkedni, de pont ezért van ez, hogy az októberi rajtig a 7 mérkőzés alatt ennek már össze kell jönnie, és akkor én úgy gondolom, hogy abszolút semmi probléma nem lehet ezzel a dologgal. Jól látom, hogy a csapat játéka gyorsult, tehát ez tudatos? Igen, ez abszolút tudatos. Ezt már mind a felkészülés során, mind az öltözőben a mérkőzéssel beszéltük, hogy a tavalyi sebességünkre rá kell rakni minimum még egyszer annyit, és az az alapelvárás. Én nagyon remélem, hogy ezen még tudunk majd gyorsítani is, hiszen ha megnézzük a magyar, illetve a világ kosárlabdázását is, azért
az atletikusság, illetve a gyorsaság az döntő tényező, és ezzel mindenféleképpen tartanunk kell a lépést, természetesen úgy, hogy a technikai elemeket azért nem hanyagoljuk el. Én nagyon remélem, hogy ez a kényes egyensúly ez nem fog felbillenni majd a szezon során sem. Az elmúlt héten már beszámoltunk arról, hogy három játékost igazolt a klub. Köztük van Berecki Márk is, aki Szombathelyről érkezett Pápára. Leginkább a több játék lehetőség miatt fogadtam el a pápai csapatnak a kérését, hogy itt játszak többet. Hát így az első meccsünk volt a felkészülés időszakban. Nekem nagyon szimpatikus volt a csapat játéka, nagyon jól játszottunk szerintem ahhoz képest, hogy eddig inkább ilyen futásos edzések voltak. Hogy sikerült a beilleszkedésed, a társak hogy fogadtak? Azzal szerintem nem volt semmi probléma, az első pillanattól kezdve körülbelül olyan volt, mintha már itt játszottam volna egy 2-3 éve. Vajda Balázsról beszélgettük, hogy igen, megerősödött ez a mezőny, ez a bajnokság. Hova várod a csapatot, mit vársz magadtól a bajnokságban? Hát csapattól én mindenféleképpen 8-ba jutást várom el, szerintem az így reális lehet. Magamtól pedig azt várom, hogy minél jobban tudjam segíteni a csapatot. A döntőben a veszprémiek kerekedtek felül. 79-70-es győzelmükkel elhódították a Serleget. A pápaiak a második helyen végeztek a Sopron és a Szombathely előtt. A torna legjobb játékosa a Veszprémet erősítő Kálmán Tamás lett, a legjobb pápai kosárlabdázónak pedig Henrik Istvánt választották. A díjakat a klub volt elnökének özvegye. Balog Józsefné adta át. Az elmúlt hétvégén az Elmax vasastekései Szombathelyen vágtak neki a 2015-2016-os bajnoki évadnak. A pápai önkormányzat támogatásával az együttes a felkészülést teljes egészében Ajkán végezte, ahol így már második éve játsszák bajnoki találkozóikat. A nyári szünetben a játékos keret is átalakult, ketten eligazoltak, három korábbi vasas játékos pedig sikerült visszacsábítani a klubhoz. A legfontosabb változás, hogy tanulmányaik miatt a lendvai testvérek Győrbe igazoltak. Széles Zoltánt, Szűcs Attilát és Fodor Szilárdot azonban sikerült visszacsalogatni. A csapat játékos edzője célként helyezést nem fogalmazott meg, de természetesen szeretnének az élmezőnyhöz tartozni. Több régi tekés is visszajött, hála jó Istennek, Széles Zoltán, Szűcs Attila, és hát ugye tavaly évben igazolt tőlünk a Fodor Szilárdot is sikerült visszacsalni, úgyhogy ők jöttek újra játszani, erősíteni a csapatunkat. Viszont annyi szomorúság történt, idézőjelben szomorúság, hogy a lendvai testvérek eligazoltak, ők Győrbe fognak játszani. Igazából a jó kapcsolat megmaradt velük. Tulajdonképpen azért igazoltak el, mert a továbbtanulásuk ugye ezt tette lehetővé, hogy közelebbi városba játsszák a szeretett játékukat, úgyhogy igazából csak ennyi az oka, hogy elmentek tőlünk. A lendvai testvérek távozása mennyire érinti az ifjúsági csapatot? Hát ugye jelentős mértékben érinti, ugye van ifjúsági játékosunk, de még nem annyira kifordott játékosok, mint a lendvai testvérek voltak, úgyhogy igyekezniük kell, hogy fel tudjanak zárkózni az ő színvonalukhoz. Igazából ugye engem egy kicsit kellemetlenül érintett, megmondom őszintén, hiszen a kezdetektől kezdve játszottunk együtt ebben a csapatban, úgyhogy én nagyon sajnálom, megmondom őszintén, hogy elmentek, de nem úgy váltunk el, hogy örökre fognak elmenni, szerintem még fogunk velük találkozni. Beszéljünk a felkészülésről is, milyen munka van mögöttetek, mennyit tudtatok edzeni, és mit várhatunk tőletek a bajnokságban? Hát az, hogy a bajnokságban mit várhatunk, az egyelőre maradjon kérdőjel. Ugye eddig minden évben gondoltam valami, de teljesen más jött ki a végére, úgyhogy hát a felkészülésnek most már lassan a végére érünk, ugye a hétvégén kezdődik az első bajnoki mérkőzésünk Kőszeggel, Szombathelyen játsszuk. Nagyon remélem, hogy azért egy kicsit azért jobban fog sikerülni az idei rajt, mint a tavaly, ahogy sikerült. A tavaly azért rányomta a bélyegét azért a csapatra az, hogy nem a saját pályánkon, hanem egy teljes idegen környezetbe kellett játszanunk. Meg is látszott úgy gondolom mindenkinek a teljesítményén, és ugye hát a hetedik helyen zártuk az évet, azért ez szerintem híven tükrözi azt, hogy a csapatnak milyen lelki állapota volt a tavalyi évben. Hát én nagyon remélem, hogy most azért a Szilárdnak a jelenléte azért erősíti valamelyest a csapatnak a lelki világát is. Tulajdonképpen ugye tudásilag a Szilárd azért nagyon ott van. Gyakorlatilag azt mondhatom, hogy csapat első lesz, tehát húzó ember szintén. Ugye régebben ugye Horváth József kivált, ugye, aki az edző volt előtte, azért ott nagyon odafigyelt mindenki arra, hogy mit mondott a játékára, a játékstílusára. És igyekezett a Józsi is mindenkit a megfelelő útra terelgetni, hogy azért mégis a legjobb teljesítményt tudja nyújtani. Én úgy gondolom, hogy a Szilárd, ugye rutinos játékos ő is, és ő
ifjúsági játékosként kezdte ő is, tehát serdülő és ifjúsági játékosként kezdte annak idején a Vasasba. Én úgy gondolom, hogy az egyik legrégebbi játékos, tehát nyugodtan hallgathat rá bármelyikünk, még én is természetesen, úgyhogy úgy gondolom, hogy jól fog tenni a csapat szellemének az, hogy a Szilárd visszajött. A felkerülő két csapat az Alessandrót, illetve az Arborétum Herény. Hát őrőlünk még nagyon nem tudunk semmit, igazából az interneten keresztül tudunk csak eredményeket nézni, hogy ők mit játszottak. Az a veszély megvan ezzel a két csapattal szemben is, hogy ugye nem tudjuk, hogy mire képesek. És ugye természetesen mi készülünk úgy, ahogy eddig szoktunk, nehezebb ellenfelekre is, és majd hát meglátjuk, hogy mi jön ki a végén. De nagyon remélem, hogy nem okoznak csalódást. Tehát olyan szempontból, hogy azért megállják ők is a helyüket az NB1-ben, mert ugye már évek alatt azért kitapasztaltuk, hogy volt olyan csapat, aki bemutatkozott, és az év végén el is köszönt. Úgyhogy én szerintem meg fogják állni ők is a helyüket az NB1-es mezőnyben. Anyagiak tekintetében hogy álltok? Nem szeretnék semmiképpen a zsebetekben turkálni, de ugye nagyjából mindenki képben van azzal, hogy most milyen helyzet uralkodik az egyesületnél. Vannak-e segítőitek, mire számíthattok? Hát ugye első számú segítőnk a Pápaváros önkormányzata, ugye, akinek szeretném megköszönni a kitartó munkáját, és azt, hogy kiállnak mellettünk évről évre, segítenek minket. Igazából azt mondom, hogy nyugodtak lehetünk most az elkövetkezendő szezonnal kapcsolatban, tehát megvan az anyagi fedezet arra, hogy át tudjunk járni Ajkára, és le tudjuk bonyolítani az edzőmérkőzéseket, és el tudjunk járni a vidéki mérkőzésekre is, úgyhogy szerintem nyugodtak vagyunk most egyelőre, és aztán majd meglátjuk. Persze azt el kell mondani, hogy nagyon vágyik mindenki haza ide Pápára. És ugye nem csak erről a 10 emberről beszélünk, vagy 12-ről, ugye mostani létszám, hanem arról a közel 300 emberről, aki a városi bajnokságban, illetve a körzeti bajnokságban játszott itt Pápán. Kapom a visszajelzéseket, és mindenki nagyon várja, hogy újra elkezdődjön ez a sport itt, hiszen nyugodtan beszélhetünk tömegsportról ekkora létszámnál már. A bajnoki nyitány kiválóan sikerült, hiszen a felnőttek 6-2-re, az ifik 3-1-re győzték le a Kőszeget. Folytatás Ajkán, szeptember 13-án vasárnap a Sopron ellen, az ifjúságiak 10, a felnőttek 11 órától gurítanak.